Sziasztok! Én Zilahi Krisztián vagyok, ez pedig az e-commerce revolution, Magyarország első online üzleti valóságsója. Most járunk az optimalizálási időszak felénél. Az elmúlt két hétben a cégek gőzerővel dolgoztak azon, hogy minél jobb eredmények születhessenek. Hogy ez sikerült-e nekik? Nos, ez hamarosan kiderül, mert én elindulok hozzájuk, hogy közösen átbeszéljük az eddigi eredményeket és a következő lépéseket. Tartsatok velem! Az utóbbi pár hétben ugye együtt dolgozunk a webáruházatok fejlesztésén, és nagyon érdekelne, hogy mit érdemes itt tudni pár terméketekről, mert ugye eddig csak ilyen digitális formában találkoztam a termékeitekkel, és így nagyon érdekelne, hogy melyik az, amiről érdemes valamit így tudni, de egy kicsit élőben is találkozni vele, hogy mit tudnátok elmesélni róla. Hogy most azokat a termékeket tudjuk csak neked megmutatni, amit egyébként privátban mi is használunk, fogyasztunk. Hirtelen egy pár terméket elő tudtunk. Tehát a saját termékeiteket fogyasztjátok és használjátok. Abszolút, is. Igen, sok minden. Király. Igen, tehát reggelire nagyon sokszor van, hogy ilyen rizscsirát, zapkását teszünk, vagy ilyen granolát, ez isteni, nagyon-nagyon finom, tehát aha. Mindenképpen ajánlom. Ez egyébként az a fajta a zapkás, amit gyakorlatilag forró vízzel megcsinálok két perc alatt és kész, összekeverem és kész. Igen, tehetsz bele bármilyen gyümölcsöt, hogyha úgy jobban szereted. Hát aztán a másik kedvencünk. A köles tésztát? A köles tészta, paradicsom szósszal és reszelt sajttal. Jól hangzik. Körülbelül 5 perc alatt elkészíthető. Ez nagyon nehéz, különben aki gluténmentesen táplálkozik, annak szerintem a legnagyobb problémát a tészta kiváltása okozza. Ugye túl vagyunk az optimalizálási időszak első felén, az első két héten, és ma ismételten egy prezentációval készültem nektek, ahol szeretném nektek bemutatni, hogy mik az eddigi eredmények, illetőleg egyáltalán hogy állunk most az előkészített és felállított kampányokkal. Úgyhogy mi egy ilyen táblázatot készítettünk nektek Csabával, ahol ezeket a legfontosabb mérőszámokat akkor szeretném végigvezetni nektek. A havi extra bevétel potenciál az 1.221.648 forint. Szorozzuk fel ezt egy évre 12-vel, az éves extra bevétel potenciál az 14.659.776 forint. Várható éves bevétel növekedés az 22,2%, amit a közösen kidolgozott stratégiáknak és kampányoknak köszönhetően tudunk elérni. Akkor itt a next step-ek kapcsán, ugye itt a keresőmező színével kapcsolatban ugye jeleztétek, hogy már ti is érzékeltétek ezt a problémát. Én megmondom, hogy nagyon mérges vagyok magunkra emiatt, hiszen tudtuk, de nem fordítottunk rá hangsúlyt, hogy a boltnak a keresője az nem jól működik, nem látszik a betű, amit begépelnek, és én teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan elmentek a weboldalról emiatt. Akkor első körben most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt javítani, illetőleg egyáltalán mi okozza ezt konkrétan, ezt a helyzetet, hogy nem látszik ez a keresőmező, de ezen mindenképpen ezt gondolom egyetértetek, hogy fontos lenne azonnal javítani, minél hamarabb, tegnapra lehetőleg, mert ez egy nagyon fontos dolog. Van az oldalunkon, a nyitó oldalon három kis kép a fő kategóriánkhoz, és hát ma viccesen sokszor használtuk a bingizni szót, tehát ezeket a kis képeket így magunk bingizgettük, és azért, amit a Krisztián mutatott, abból is látszik, hogy ez a web ergonómia, ez egy külön szakma. Mert akkor ezt meg így kicserélnénk a fő oldalon, hogy tényleg itt a központi részen rögtön. Egyrészt ugye rögtön a három fő nagy témakör felé elindítsuk a látogatókat, aki még egy kicsit bizonytalan, hogy mi érdekli, meg tényleg, hogy egy picit így dizájn szempontjából is szebbé varázsoljuk így ezzel a színvilággal, ami harmonizál ugye a ti brendetek színeivel.
És akkor ennek kapcsán ugye ez megint csak egy ilyen kis kiegészítés, mert ugye korábban is talán leveleztünk is róla, hogy ha esetleg még láttok olyan termékképet, ami homályos, vagy nem a jó minőség, nyilván nem egyszer az összeset, a több száz, több ezer terméknél, de ezeket úgy érdemes folyamatába kicserélni. Egyelőre gyakorlatilag akkor ennyi volt, amit így fölturbóznánk a következő két hétre, és akkor amit igyekszünk, még finomítunk, optimalizáljuk, illetőleg hát folyamatosan maradunk kontaktban, és akkor, ha bármi ötlet van még erre a két hétre, akkor azt csináljuk, nyomjuk, hogy minél több mindent kihozzunk belőle a hónap végére. Mivel a Biozó nem rendelkezik saját üzlethelységgel, ezért Somogyi Robival, a cég tulajdonosával itt találkozunk nálunk, a mi irodaházunkban. Már izgatottan várom, hogy prezentálhassam neki a szuper eredményeket. Menjünk is be Robihoz! Szia, Robi! Szia, Krisztián! Üdvözöllek, örülök, hogy újra láthatlak. Szintén. Mi újság van? Nagyon vártam a mai napot. Hogy telt az utóbbi két hét? Fáradt vagyok. Sűrű. Jó. Sűrű. Na gyere, akkor beszéljük meg a részleteket. Szuper, menjünk. Az elmúlt két hetem nagyon dolgosan telt, nagyon sokat dolgoztunk. Sok olyan nem látható beállítást kellett végrehajtani, illetve tartalmakat kellett létrehozni, aminek még úgy nagyon jelentős részét nem is láthatták a gazdik, de én úgy gondolom, hogy elindultunk, és meglátjuk, hogy mit hoz a következő időszak. A havi extra bevétel potenciál elméleti szinten 3.286.936 forint. Ha ezt megszorozzuk 12-vel, akkor megkapjuk az éves extra bevétel potenciált, ami pedig ugye 39.431.232 forint. A várható éves bevétel növekedés az 49,9%, azaz közel 50%-os bevétel növekedés abban az esetben, hogyha ezen a szinten teljesítenek tovább a kampányok. Bevallom őszintén, nem volt még olyan élményem, hogy a statisztikákat néztem volna. Mint már említettem, nem feltétlenül a számok motiválnak minket, nyilván cégvezetőként ezt kutya kötelességem figyelni. Én bízom benne, és ígérem is, hogy az elkövetkezendő hetekben ezt figyelni fogom. Én is úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy szerintem nagyon jó termékeink vannak, ezt nem csak, hogy meg kell mutatni a vevőknek, hanem segíteni kell őket a választásban. Ezért én úgy gondolom, hogy a szakmaiságunkat, a szakértői brigádot tényleg érdemes lenne egy kicsit kiemelni, hogy miért érdemes tőlünk vásárolni, nem csak azért, mert most több bevételünk lesz, meg elérjük az éves célforgalmat, hanem az, hogy ezekkel a termékekkel, és véleményem szerint a mi tudásunkkal olyan megoldásokat biztosítunk, ami könnyebbé teszi a mindennapokat. Azt várom most még ettől a két héttől, hogy hát egyrészt jóval több adatunk legyen, ezért pontosabbak legyenek a statisztikák, illetve az, hogy letisztuljon a kép, és kialakuljanak azok a kampányok, amiket mi hosszú távon is fogjuk üzemeltetni. Újra látni benneteket. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Most hát látom, hogy nagyon komoly hűtőrendszer van itt nálatok. Bizony, erre nagyon figyelünk. Gyakorlatilag nálunk azok a sörök, amiknek jót tesz a hűtés, az mind hűtőben van. Úgyhogy körbenézel, itt körülbelül ilyen 300-350 féle sör állandó jelleggel 5-6 fokon van tárolva. Aha. És ennek ugye múltkor is mondtad, hogy abból a szempontból a jelentőség, hogy a minőségét megőrizze. Bizony, hogyha ezeknál a hőfokon tudjuk tartani állandó jelleggel, gyakorlatilag lelassítjuk a romlást, vagyis a minőség romlását a sörnek, és ez rettenetesen fontos számunkra, hogy amit a vásárló kivesz a hűtőből, az a tökéletes minőség legyen. Van kedved esetleg kóstolni egyet? Egyébként nagyon szívesen, csak az a helyzet, hogy kocsival vagyok, nem tudom, van esetleg valami alkoholmentes verzió ezek között? Van több opció is. Melyiket ajánlanátok? Itt javasoltok. Rátok bízom magam, ti vagytok a szakértők. Ja, legyen ő. Ő egy bérér, igazából annyival tud többet, mint egy klasszikus láger mondjuk, hogy igazából különlegesebb kumulókat használnak benne, kicsit citrusosabb lesz az ízvilága, úgyhogy ajánlom, abszolút ezt ajánljuk. Jó, köszönöm szépen, akkor szívesen megkóstolom, kipróbálom.
Az elmúlt két hét arról szólt, hogy minden, amit ugye megbeszéltünk, azt hipergyorsan össze kellett rakni, tehát meg kellett valósítani egy csomó olyan dolgot, amiről ugye beszéltünk ugye az előző alkalommal. Úgyhogy az első két-három nap az elég intenzív volt, mert kiderült, hogy például az egyik funkciót, amit viszonylag jól végig gondoltunk, kiderült, hogy nagyon durván át kell dolgozni, és azzal rengeteg idő elment. Plusz ugye a blogcikkek írása is azért kiderült, hogy azért akkora gyakorlat tényleg nincs még benne. Jöjjön akkor most egy kis business matek. Kalkuláljunk együtt, mert tudom, hogy ti szeretitek nagyon a számokat. 534.648 forint lenne havonta, mint extra bevétel potenciál. Fölszorozva 12-vel, ugye egy évre kivetítve, ez éves extra bevétel potenciálként ugye 6.415.776 forintot jelentene. Nagyjából ez jól prognosztizálható, hogy az idei évre mennyi a várható éves bevétele a webshopnak, ugye ez 61.511.376 forint lenne, és ha a kettő számot összehasonlítjuk, akkor a várható éves bevétel növekedés az körülbelül 10,4%. Nyilvánvalóan nem egy világ megváltó szám, de ugyanakkor azt gondolom, egy két számjegyű növekedés azért egy webshop esetében nem olyan rossz, tehát egy 10%-os éves bevétel növekedés az, amit ezekkel a jelenlegi felállásokkal, ezekkel a jelenlegi kampányokkal, hogyha ezt így tovább folytatjuk, tudunk realizálni. A Krisztián visszajelzése szerint az egyik kampányunk, ahol a kategória oldalakra irányítjuk az embereket, ez nem működött, ott ugye ajánlunk top 3 terméket, top 3 legnépszerűbb terméket, és ez valamiért nem adott igazából pozitív visszajelzést egyáltalán. Nekünk az a hipotézisünk, hogy ugye most gyakorlatilag kategóriákra irányítjuk őket. És lehet, hogy ez a gond, mert fogjuk a kezüket, ráeresztjük őket a kategóriára, és csinálj, amit akarsz, csinálj, fiam. Amit akarsz, igen, egyébként és lehet, hogy itt vérzünk el. Volt ötletünk, a Péterrel beszéltük, hogy be lehetne rakni a csomag ajánlatot oda első helyre. Csak pont most beszéltünk róla, hogy az a baj, hogy túl nagy ez a csomag ajánló, és gyakorlatilag a képernyőn vagy mobilon, hogyha nézed, akkor csak az lenne ott. Tehát átdob a kategóriára, és ott lenne az IPA kategórián belül az IPA csomag, de más nem látszik. A következő két hétben igazából ugye a második felének ennek az egész történetnek igazából azt várjuk, hogy finomítsuk azokat a stratégiákat, amiket kidolgoztunk, mert van mit finomítani rajta, van mit dolgozni rajta, és utána ismét ugye elemezni, hogy akkor mi történt. Tényleg jól gondoltuk el, hogy ez egy tök érdekes játék, hogy valamit kitalálunk, hogy az működnie kéne, aztán utána egyáltalán nem működik, a másik dolog meg, hát jó, próbáljuk meg, és akkor az meg tökre működik. Tehát hogy ez egy tök izgi dolog, úgyhogy ez lesz a következő feladat is, meg ez talán amire kíváncsiak is vagyunk, hogy akkor hogy tudunk, merre tudunk menni tovább. Szia, Krisztián! Szia! Gyere, szeretettel várunk! Gyere, bújj be! Halló! Szia! Szervusz, Krisztián! Isten hozott! Köszönöm szépen, a remek hívást! Örülök, hogy itt lehetek! Örülök, hogy itt vagy! Az elmúlt két hét rengeteg munkával telt Krisztiánnak az útmutatásai alapján. Nagyon jó volt arra rá tekinteni, hogy milyen a webshopunknak a szerkezete, hol vannak a fejlesztési lehetőségek, és hogyan tudunk ebben dolgozni. Megosztottuk a feladatokat. Ginus főleg a videók terén jeleskedett, én pedig a konkrét részeknél, ahol változtatás kellett, akár a termék oldalaknál, akár a kategória oldalaknál, akár pedig az e-mailek terén ott jeleskedtem. Ami óriási dolog, és tényleg csak ámulok-bámulok, hogy a mérés az milyen sokat jelent, és milyen jó az, hogy többféleképpen lehet mérni, és milyen jó, hogy lehet mérni a fejlődést. Úgyhogy bennem nagy köszönet van, nagy hála. Köszönjük szépen. Igen, én azt gondolom, hogy ugye van is az a klasszikus gondolat, hogy amit nem mérünk, azt nem tudjuk fejleszteni. Igen. 10 nap alatt ugye 72.556 forint extra bevételt generáltunk, ezt ugye az előbb már kiszámoltuk. Ugye a havi extra bevétel potenciál az 435.336 forint. Oké. Ezt ha megszorozzuk 12-vel, akkor ugye megkapjuk, hogy az éves extra bevétel potenciál az 5.224.032 forint. Ez azt jelenti, hogy a várható éves bevétel növekedés az 21,7%, tehát egy közel 22%-os
extra bevétel növekedést tudnánk generálni nektek ezeknek a kampányoknak köszönhetően. Nagyon jó Krisztiánnal és Csabával együtt dolgozni, nagyon jó osszák ki a feladatokat, nagyon tetszik nekünk, amit az előbb is mondtam, hogy átlátható, egyértelmű és tényleg követhetőek, tehát igazából nincs mód a tévedésre, mert mindent egyértelműen pontosan leírnak, hogy mi az, amit elvárnak tőlünk, mi az, amit megcsináljunk, és ilyen téren tényleg szerintem szuper velük együtt dolgozni. Ami nincs itt benne, de a múltkor mondtátok, hogy szexi legyen szexi neve a termékeknek. Igen, és igen, azokat az is elkezdtük átnevezni. Láttuk, úgy, hogy... Sőt, olyannyira elindult, hogy még ez kicsit mond egy ilyen, milyen sztori ez a... Hát, hogy átneveztük a terméket, és ugye utána a webáruházban, a rendelésben az egyik termék az el is tűnt. És utána gondolkodtunk, még az a szerencs, hogy ugye készíteni kellett a terméket, és tudtuk, hogy várunk a termékre, és az a szerencse, hogy még emlékeztünk rá, hogy konkrétan mi az a termék, amit rendelt a vásárom. Tök jó, hogy képpel mindennel együtt eltűnt a webshopon, és mondom, jó, igen, magad, tehát gyakorlatilag olyan adott el rendelést, ami már nem tudtunk. Az e-mail marketinggel úgy járunk, hogy jelen pillanatban egy csomó feliratkozó érkezett már hozzánk, viszont még nem kezdtünk el nekik e-maileket küldeni, illetve azokat az e-maileket, amiket Krisztiánék kértek, hogy írjuk meg, azokat megírtuk, és azok már neki, de azokon kívül nincs még újabb. Azt szokták mondani, hogy a feliratkozást követően pár napban érdemes már folytatni a kommunikációt, mert ha nem, akkor úgymond elalszik a lista, vagy nem tudom erre a leghelyesebb kifejezést. Tehát lényeg az, hogy feliratkozik, és azt érzékel, hogy utána már semmilyen kommunikáció nem érkezik felé, akkor hogy kvázi érdektelenné vált az adott webáruház számára. Tehát érdemes ezt folyamatosan egy picit így intenzíven tartani. Nyilván nem túl gyakori, de mondjuk 2-3 naponta vagy hetente egy alkalommal azért érdemes egy ilyen, akár csak egy ilyen e-mailt küldeni, hogy szia, még itt vagyunk, életben vagyunk. Vagy amit mondtam, hogy az akár egy jó ötlet, hogy a videókra. Azt folyamatosan. Mert ugye hetente töltünk folyamatosan. Videót. Tehát, hogyha már csak hetente a videókra irányítjuk, már egy fix üzenet. Abszolút javasolnám. A következő hét, két héttől még nagyobb javulást várunk. Már most is több mint 20%-os javulást értünk el. Láthatóan a számok ugye nagyon jól kimutatták, és mi azért bízunk benne, hogy ez még több lesz, akár 30% fölé is megy. Vagy akár 40 is. Akár 40% fölé is mehet, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ezen mi azt gondoljuk, hogy mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez működjön. Próbálunk a Krisztiánékkal együttműködni, és ők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez jól működjön, úgyhogy szerintem szuper lesz. Szuper lesz. Hosszú volt ez a mai nap, de bízom benne, hogy mindenki számára hasznosak voltak a találkozók, és a résztvevőink újult erővel fognak bele az optimalizálásba a következő két hétben is. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, írjátok meg a véleményeteket kommentben, és persze ne felejtsetek el feliratkozni az E-Commerce Revolution YouTube csatornájára, valamint kövessetek minket Facebookon és LinkedIn-en is. Sziasztok! Ma egy külön kis meglepetéssel készültem. Rengeteg értéket kaptunk. A legnagyobb tanulsága az volt, hogy hallgass a megérzésedre. Köszönöm szépen a figyelmet, és hajrá!